Törzsasztal. Borászati, gasztronómiai és életstílus magazin. Kádár Német Matild és Frank Sándor mesterszakácsok a fehértói halászcsárda teraszán látták vendégül a Törzsasztal stábját, és kameráinkon keresztül kedves nézőinket is. Mai receptjük is izgalmasnak ígérkezik. Köszmétes saláta, párolt mángoldal, főtt csirkecombbal. Fitt anyuka vegán recept ajánlójában egy nagyon népszerű, közismert, nem csak a vegánok által kedvelt receptet ad közre műsorunkban. A padlizsán krémet a többségnek már nem kell bemutatni. Fitt anyuka azonban legújabb receptjét az eredeti erdélyi stílusban készíti el, néhány saját fogással, speciális egészséges alapanyaggal turbozva. Az ősz többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt, a magyar bort. Barta László, az algyői halászcsárda tulajdonosa ezeket a hagyományokat ismerteti előadásában, és a végén egy nagyszerű szüreti receptet is bemutat nézőinknek. A Törzsasztal támogatói: az algyői halászcsárda, az aranyhalétterem és menüház, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, az Elzetszert a Kft., a Faktura Duo faipari Kft., a fehértói halászcsárda és panzió, az Illés panzió és tűzivadász étterem, a Szilléri biztonságtechnikai Kft., a Rónai kúria és a Bástya étterem, és a Török kulcs szervíz. Kádár Német Matild és Frank Sándor mesterszakácsok a fehértói halászcsárda teraszán látták vendégül a Törzsasztal stábját, és kameráinkon keresztül kedves nézőinket is. Mai receptjük is izgalmasnak ígérkezik. Köszmétes saláta, párolt mángoldal, főtt csirkecombbal. Szeretettel köszöntöm a Törzsasztal nézőit innen a fehértói halászcsárda teraszáról. Mai főzőpartnerem Frank Sándor, Venez díjas mesterszakács, akivel ma egy köszméte salátát mángoldal készítünk. Hogy mihez készítjük, az már pedig itt van előttünk. Azért találtuk ki azt, hogy a háziasszonyoknak, amikor megmarad a hétvégéről a főtt marha, a tyúklevesből a hús, mert hát ugye nem kérik, mert az száraz, és mindenki csak tologatja, és nem tud vele mit kezdeni. Ugye eddig az volt, hogy adtunk mellé paradicsomsalátát, tormamártás, stb. Most egy picikét megreformáltuk, úgyhogy készítünk mellé egy köszméte salátát mángoldal, és közben itt már el is kezded, ugye, a salátánkat. Egyrészt nagyon jó az, hogy a főtt marhát el tudjuk így hétfő-kedden takarítani a házból, illetve nem csak azt, hanem milyen saláták maradtak meg, milyen zöld, zöldségek maradtak még a hűtőben. Mondjuk azt, hogy nálunk maradt egy kis cukorborsó, mert tulajdonképpen most azt is tesszük, hogy nincsenek egy pontos összetevője, hanem igenis azzal dolgozzunk, ami megmaradt. A köszméte a másik nyersanyagunk, ami, mint látják, meg van tisztítva gyönyörűen. A lényeg az, hogy ugye, tudják, erről van egy kis csumája, itt pedig mindig, de most le van széve, van neki, mindig ott marad a virág maradványa, azt azért vágjuk le, mert az kellemetlen tud lenni akármilyen ételben is. Jó? Ennyi a tisztítása. Megmossuk, és már mehet is bele a salátába. Térjünk át a mángoldra, hogy ő pedig milyen zöldségnövényünk. A mángold az, amit el lehet használni a szárát is, és a levelét is. Nyilván nem egy ételbe. Mutatom, én itt előzőekben a szárát már elkészítettem, a levelét meg majd ezután fogjuk hozzáadni. A szárát ugye csak annyit kellett csinálni, hogy egy kis forrósós vízben leblansírozni,
és már is mehet bele, és majd legutoljára, csak gyorsan itt mindjárt összecsapjuk, és legutoljára adjuk hozzá, mert mint látják azért ez egy nagyon-nagyon friss és nagyon zsenge a levele neki, úgyhogy azért csak az utolsó pillanatban tegyük ezt rá majd. És megint csak elmondható ugye a mángoldról is, hogy nagyon alacsony a kalória értéke, és természetesen itt megint fogyókúrázhatunk is. Tehát nagyon jó, mert hűtött takarítunk, a megmaradt húst elhasználjuk, zöldségeket, és még akkor fogyókúrázunk is egy picikét. Nem kell nagyon nézni azt, hogy milyenek lesznek, így csak így durván, nézzék csak. Nem is kell apróra, mert akkor meg nagyon össze fog esni, és amikor ezzel meg vagyunk, akkor csak rádobjuk. Mire lehet még ezen kívül használni a mángoldot? Nagyon-nagyon sok felhasználási területe van neki. Mint látják, fel lehet használni levelét, szárát, mindenét nyilvánvalóan külön. Ezt egybe soha ne tegyük, csak abban a formájában, mint mi is tettük, hogy hőkezeljük a szárát, hogy ne legyen kellemetlen, hogy az kemény marad esetleg az elkészített ételbe. De tulajdonképpen mindenre használhatjuk, mint a spenótot. Amit spenótból készítünk, mángoldból is el fogjuk tudni készíteni. Mehet burgonyával, fokhagymával. Fantasztikus köretet is tudunk belőle készíteni, úgyis. Na már ugye láttuk is, hogy ez már össze is esett. Ezt nem tudom, ízesítetted-e már, vagy... Jó, és csak. És hadd térjek még ki egy-két mondat erejéig, ugye kezdtük ezzel, hogy közmétes a láta, de ugye itt elhangzott már itt a kamarás úrral is, vitatkoztunk, hogy mi ez büszke, és mondjuk, hogy nem, ez piszke, meg nem tudom, hogy micsoda, tehát ez mind-mind ugyanaz. Tehát hívjuk közmétének, büszkének, piszkének, de a hivatalos neve ennek közméte. Tudjuk nagyon jól, amikor már egy picikét sergás, akkor ilyen kis savanykás, kellemes íze van neki. Ebből is mártást készíthetünk, levest készíthetünk, szószt készíthetünk. Ide tehetjük, mert ez nem égett. Nagyon jó, és még ugye azért készítettük ide a rukkolát, hogy ez azért még egy kis kesernyés. Ezt nem kell sokat, hogy ezt egy picikét még vigyük át egy csöpp kesernyésbe, és akkor... Nem tudom, melyik részét szeretnéd oda tenni. Hát szerintem rakjuk oda. Mert nekünk megmaradt a combja is, meg megmaradt itt egy kicsi mellehúsa is. Ezt is tálalhatjuk tulajdonképpen kétféleképpen, és csinálhattuk volna azt is, ugye, hogy csak a húsit leszedjük a csontokról, és szétszálkázzuk, és belekeverjük a salátába. De én most úgy gondoltuk, hogy ez itt így dekoratívabb lesz. Így van. Íme, kedves nézőink, elkészült a közmétes saláta mángold levéllel, és főtyúkot adtunk hozzá. Jó étvágyat kívánunk! Elzett Certa Kft. Minden, ami csuk, nyit és zár. Zárak, zárbetétek, lakatok, ajtó- és ablakvasalatok. Szeged, Szent Gellért utca 2 és Árvíz utca 5. A Szent István étterem és borozó várja kedves vendégeit a Csongrádi Sugárút és a gyönyörűen felújított Szent István tér sarkán, az Öreg Hölgy lábánál. Különleges ételek, széles borválaszték, neves hazai pincészetek kínálatából, egyedi hangulat, szép környezet, hangulatos térrenéző terasz. Vállaljuk családi és céges rendezvények lebonyolítását 60 főig. Nálunk a vendég a király. Csavarkeriparos centrum a Moszkvai körút 23-ban, a Móra utca sarkán és a Brüsszeli körút 16 alatt az udvarban. A kiskörösi halászcsárdában magas színvonalú kiszolgálással, romantikus környezetben a Tiszaparton várja kedves vendégeit. Rendezvények, esküvők, egyéb üzleti megbeszélések lebonyolítását is vállalják.
Ha saját maga szeretné kifogni a halászlébevalót, keresse fel a lencsés horgásztavat, a tavon és a parton található a Jobb, mint otthon kis vendéglő, ahol szintén a kiskörösi csapata garantálja a kiváló ízeket. Ha szereti a szegedi halászlevet, a finom halételeket és ételkülönlegességeket, látogassa meg a kiskörösi halászcsárdát és a Jobb, mint otthon kis vendéglőt. Klímatechnika, légtechnika, hűtéstechnika, légállapot szabályozók. Mindez egy helyen a Monaco Klíma Kft-nél. Stihl motoros láncfűrészek, kaszák, sövénynyírók, Viking fűnyírók, komposztálók, szegényírók, Honda szivattyúk, motoros kapák, áramfejlesztők értékesítése és szervize a Prominens Kft-nél. Hódmezővásárhely, Dr. Rabcsák András út 49. Az Algyői Halászcsárda az Algyői Tisza híd Szeged felőli oldalán, családias környezetben igazi algyői ponty és vegyes halászlével, halpaprikással és sültekkel várja a hagyományos tiszai halételek kedvelőit. Az étlapon megtalálható a ponty, a harcsa, a süllő, a kecsege, a pisztráng és a békacomb is. A halételek mellett libamájból, bélszínből, pulykamellből és sertéshúsból készült fogásokból is választhatnak. A csárdagazda Barta László a ponthalászné mellett különösen ajánlja a halpaprikás túros csuszával és a ponyfiléből készült haltepertőt, valamint a szögedi sült halat. A Maros utcai Illés panziós tűzivadász étterem 13 klimatizált, igényesen berendezett szobával, svédasztalos reggelivel, zárt parkolóval, nyáron terasszal és medencével várja szálló vendégeit. A tűzivadász az 50 fős à la carte étterme mellett 50-60 fős konferencia termében vállalja céges és családi rendezvények lebonyolítását. Parti szervizők nagy létszámú rendezvények külső helyszínen, akár a városon kívüli vendéglátását is elvégzi. Étlapjuk a vadak mellett magyaros ételek széles választékával bővült. A Faktúra Duo faipari és szolgáltató Kft. A Falkó márka képviselete, bútorlapok, natúrfaforgácslapok, CK-faforgácslapok, munkalapok, ajtófrontok, profillécek, MDF-lapok, OSB-lapok, bútorszerelvények minden igényt kielégítő választékát kínálja. Ezen kívül vállalnak méretrevágást, élzárást, egyedi kis bútorok összeállítását. Faktúra Duo Szeged, Dorozsmai út 35, telefon 62 464 021. Az Aranyhal étterem és menüház Szegeden a Kávária tér 6 szám alatt található. Megújult, családias környezet, két különböző hangulatú vendégtér, nyáron pedig terasz várja a vendégeket. Az étterem akár 60 fős rendezvények lebonyolítását is vállalja, házias ízekkel és szolíd árakkal. Napi menü választékuk 4-5 féle étel tartalmaz, és igen kedvező áron kínálják.
Itt adjuk a vegán recept ajánlójában egy nagyon népszerű, közismert, nem csak a vegánok által kedvelt receptet ad közre műsorunkban. A padlizsán krémet a többségnek már nem kell bemutatni. Fitt anyuka azonban legújabb receptjét az eredeti erdélyi stílusban készíti el, néhány saját fogással, speciális egészséges alapanyaggal turbozva. Üdvözlöm a Törzsasztal kedves nézőit, Szabóné Papemőke vagyok a Fitt anyuka menü és süti bárból. Most is egy olyan receptet készítünk, ami nagy kedvencem, padlizsánkrém erdélyesen, egy picit rendhagyó módon. Mutatom az összetevőket, tehát természetesen a fő összetevőnk a padlizsán. Ezt előkészítettem, úgy készítjük elő, hogy megmossuk, megszurkáljuk és sütőben 200 fokon körülbelül 25-30 percig sütjük. Miután megsültek a padlizsánok, várunk egy picit, hogy kihűljenek, és utána könnyedén le tudjuk héjazni. Régen ezt úgy készítették, hogy mivel nem volt robotgép, fa késsel, egy úgynevezett fa késsel szépen földarabolták. Most én egy robotgép segítségét, darabológép segítségét hívom. A következő mozzanatunk, hogy a padlizsánt azért földaraboljuk, és beletesszük a robotgépbe. És szépen összedolgozzuk. Nem szükséges, hogy nagyon krémes, nagyon homogén legyen, lehet egy picit darabos. Egy picit rá dolgoztam, és jöhetnek bele a további összetevők, darabolt fokhagyma. Ehhez a mennyiséghez két nagyobb cikk fokhagymát használunk. Egy körülbelül egy fél fej darabolt, aprított vöröshagyma. Két-három evőkanálnyi hidegen sajtolt olívaolaj, és egy fél citromleve. Először ezeket az összetevőket összekavarjuk. A masszát most egy keverőtálba tesszük, és a további összetevővel, hozzávalóval kikavarjuk. A padlizsánkrémnek nagyon sok variációja létezik. Én most az erdélyi receptet, mint már említettem, készítem el egy kicsi rendhagyó módon. Jöhet bele a só. A sót az ízlés szerint az őrölt fekete bors. És a hagyományos receptben tesznek hozzá majonézt, tehát készülhet a padlizsánkrém majonézzel, de mivel ez a recept teljesen vegán, egy vegán joghurtot, tejfölt használunk, ami nem kókusz tejszínből készült, tehát így nincs kókusz íze. Ez egy picit krémesíti és összefogja a padlizsánkrémet. És ezt alaposan összekeverjük. Ehhez már nem szükséges robotgép, azért nem használom az aprítógépet, vagyis az aprító keverőgépet, hogy ne törje össze még jobban a padlizsánt. El is készültünk a krémmel, következhet a tálalás. Most egy frissen sült hajdinás bagettel tálalom a padlizsánkrémet. Egy
Elkészültem a padlizsán krém tálalásával, frissen sült hajdinás bagetre kentem, és kerti zöldségekkel tálaltam. Jó étvágyat kívánok hozzá! Viszontlátásra! Az ősz többek között a szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt, a magyar bort. Barta László, az Algyői Halászcsárda tulajdonosa ezeket a hagyományokat ismerteti előadásában, és a végén egy nagyszerű szüreti receptet is bemutat nézőinknek. Üdvözlöm a Törzsasztal kedves nézőit az Algyői Halászcsárdából. Itt van az ősz, a szület ideje. Dalok, mesék, népszokások, babonák színes szövevénye övezi a magyar szőlőt, a magyar bort. A 16. és 17. században igazi sátoros ünnepnek számított a szület, melyre még a hadviselő vitézek is hazasiettek. Ezekben az időkben még a bíróságok is felfüggesztették a működésüket. A szüretelés kezdete a régi tapasztalatok szerint Terézia, Orsolya vagy Simon Júdás napjához volt kötve, vagyis a magyar szőlővidékek többségében legkorábban október második felében kezdődött a szület. Ma már azonban ez az esemény akár egy hónappal korábban is kezdődhet. A szület a komoly szakszerű munkának és a népi örömünnepnek a keveréke ma is. Vidámság és jókedvűt ekkor tanyát a szőlőkoszorúzt a hegyekben és a szőlőskertekben. Hajdan születkor kivonult a falu apraja nagyja a hegybe. Messzi földről eljöttek a rokonok, barátok, hogy segítsenek a munkában és a mulatozásban egyaránt. A szőlőben dolgozók borral való kínálása a gazda szent kötelességei közé tartozott. A bor mellé persze harapnivaló is került. Reggelire szalonna, sonka, kolbász vagy más hasonló hidegelet eljárta, ebédre pedig hagyományos szüreti étkek, töltött káposzta, gulyás, jó húsos kása került az asztalra. A gazdasszonyok jókor a fazekakban hozták ki a friss tejföllel megöntözött töltött káposztát, amelyet csak melegíteni kellett a szőlőben, az agyaggal tapasztott tűzhelyen. A gulyást vagy a jóhúsos kását ellenben kint főzték meg bográcsban, szabad tűzön. Ehhez, mondanom sem kell, férfiúi szakértelem szükségeltetett. A gazda, aki otthon feléjesen nézett a konyhának, és ősi jogon elvárta, hogy a feleség helyébe hordja az asztalhoz az eledelt, kint a szőlőben nem restelt órákon át elszöszmötölni a bogrács körül. A fárasztó munka kora reggeltől késő estig folyt. Napnyugta után kezdődött a mulatság. A szüretelők hazasiettek, hamar megtisztálkodtak és átöltöztek. Alkonyatkor visszatértek a szület helyére, ahol hosszú terített asztalok várták már őket. Birka pörkölt vagy marhagulyás volt ilyenkor a szokásos eledel, és persze bor a végtelenségig. A mulatságot tréfás versengésekkel is színesítették. Ilyen volt például a csőszjáték. A mulatság színhelyén az egyik termet szőlőskerté alakították, azaz szőlőfürtőket lógattak fel mindenfelé. A férfiak egyik fele szőlőcsőzt, a másik része szőlőtolvajt alakított. Ha elkapták őket, bíróság alakult és mókás büntetéseket szabtak ki rájuk. Kivilágos viradattig tartott a mulatság, folyt a bor. Talán nincs nemzet himnusz a világon, a magyaron kívül, amely azért mond köszönetet Istennek, mert borral is bőséggel ellátta az országot. Kölcsei költeményében ott szerepelnek ezek a sorok is. Tokaj szőlő veszcei nektár csepegtettél. A szület és az aratás mindig is fontos és nagy ünnep volt. Szerencsére mindmáig megőrizte ezt az örömteli jellegét szerte az országban. Most pedig, ha nem is hagyományos szüreti eledelt készítünk, a szőlő és a must meghatározó összetevője ételünknek. A ma készülő ételünk mustos szőlős vesepecsenye. Mi szükséges hozzá? Először is egy szép, nagy darab vesepecsenye vagy bélszín. Sózzuk. Borsozzuk. Egy kis ételízesítő. És elősütjük. Az elősütésnek az a feladata, hogy a húson egy kérget ráncson, és az értékes nedve benne maradjanak. Tehát a olajunk minél forróbb, annál jobb. Tetszik látni, már füstöl is. Amikor az egyik oldala megsült,
átfordítjuk, és a másik oldalát szintén megsütjük. Ezután kivesszük a serpenyőből, és hagyjuk egy picit hűlni. Amíg hűl, egy tűzálló tálat bacon szalonnával kibélelünk. Majd ezt az elősütött vesepecsenyét ráhelyezzük a bacon szalonnára, és a bacon szalonna darabjait visszahajtogatjuk rá. Ezután még egy picit sózzuk, borsozzuk, pici ételízesítő, és alá öntünk egy kevés mustot, majd lebogyózott szőlőt is. Ezt én megszórom egy icike-picike cukorral, ami majd szépen rá fog karamellizálódni a gyümölcsre. És ezután betesszük a sütőbe, és egy 30-40 perc alatt készre sütjük. Elkészült a mustos, szőlős vesepecsenyénk. Ajánlom önöknek is, hogy készítsék el otthon, nagyon finom étel, és igyanak hozzá egy pohár vörösbort. Köszönöm a figyelmet, várjuk továbbra is önöket az aljai halászcsárdában a tiszai halételek széles választékával. Viszontlátásra! A Törzsasztal támogatói: az aljai halászcsárda, az Aranyhalétterem és menüház, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, az Ez egyszert a Kft., a Faktúra Duó faipari Kft., a Fehértói halászcsárda és panzió, az Illés panzió és tűzivadász étterem, a Szilléri biztonságtechnikai Kft., a Rónai kúria és a Bástya étterem, és a Török kulszervíz.